Üdvözlök mindenkit, Liquid Józsi vagyok, és ez most egy kócsolós jellegű replaycast lesz. Aki a replayt küldte, az Vémeni, egy goldos protosz játékos, és az ellenfele pedig szintén goldos, Vivid Dimaga, Zerg játékosként. A map az Neoplanet S Ladder Edition, ami egy nagyon kicsi pálya, ezért a rások nagyon jók rajta. De a Forge Fast Expand is nagyon jól szuperál, mivel nagyon könnyen be lehet falazni a naturálunkat, így korai lingrás ellen korán be tudunk falazni. Mondjuk itt van ez ellen ellenérnek az, hogy a lingek viszont gyorsan ideérnek, de ez a kettő dolog kompenzálja egymást, úgyhogy ez egy nagyon jó map Forge Fast Expandre is, és akár rásra is. Úgyhogy vágjunk bele a meccsbe. Eddig nem láthatunk semmiféle korai pult Dimagától, úgyhogy ebből nem lesz valószínűleg rás. Egy darab drone scout jön, amit sok zerg szokott hozni az ex-nek a késleltetésére, illetve a korai nyitás kikémlelésére, hogy a protosszunk mit hoz. De most nem ez a lényeg, mert a protosz játékosunknak, Vémeninek készült ez a videó az ő kócsolására. Na, itt van szerintem az az első hiba, hogy 12-nél rakja a Forge-ot Vémeni. Ez annyira korai, hogy egyszerűen ezzel még a six pult a naturálodon is tudod fogni. Az alap dolog, hogyha teljesen biztonságosan akarsz játszani, és Forge Fast Expandelni akarsz, akkor 14-nél rakod le a Forge-ot, aztán 17-nél, 18-nál pedig az Expert. De a 12-es Forge az max Cannon Rush-ra jó. Hát úgy néz ki, hogy itt jön egy Cannon Rush, de amit hiányoltam itt Vémenitől, az, hogy a próbját egyszerűen, amikor elküldte, akkor körbe vitte egy útvonalon, és az egyszerűen odament, körbe ment, lement oda, ahova akart, és utána sokáig nem is foglalkozott vele Vémeni. Ez lett volna a helyes, ha fogja magát, feljön, ugye amikor megérkezik, és nézi, hogy van-e pool. Ezt egészen 1:50 vagy 2. percig teszi, és utána pedig lejön blokkolni. Na ezt nem tette, ezért le tudta rakni Dimaga az expert. A második probléma az, hogy a Cannon Rush rosszul csinálja, és nem canceleli a kanonokat, ami hatalmas minerálveszteség. A Cannon Rush-t azt úgy kéne itt kivitelezni, hogy ugye be kell zárni a kanonunkat, hogy ne tudják a drónok ledépéselni. Amit úgy lehet megtenni a legtöbb mapon, pontosan nem tudom, hogy ezen a mapon hogy van, de arra tudnék tippelni, hogy ide a Mineral Line mögé be lehet rakni egy kanont, akarom mondani egy pilont, ide mellé befér egy kanon, és utána pedig le lehet zárni két darab plusz pilonnal azt a kanont, hogy ne lehessen ütni. És így ezek a drónok hiába jönnek le, először 400 HP-s pilont kell leütniük, mire azt leütik, akkor pedig kész van a kanon, és onnantól már sérthetetlen. Akár egy második kanont is le lehet rakni, hogy a lingek sem tudják leszedni azokat a kanonokat, amíg el nem esik ez a hatchery, és úgy kellett volna csinálni, úgyhogy ez teljes mértékben rossz volt, nem érte el semmit, csak egy kis inkem kiesés Dimagának, még ugye két darab kanont lerakott, ez a pillanat is el fog esni, ami 100 minerál, két darab kanon, amit nem cancelölt, direkt figyeltem és nem cancelölt, az pedig még 300 minál, az 400 minál, abból már lerakhatta volna az expert. Most már le lenne rakva az expje, lenne gáza, és jönne a cybernetic core-ja. És talán még ezt is el fogja veszíteni. Na de lássuk, hogy ezt cancel-e, ezt cancel-e, szépen csinálta, így csupán alig több, mint 30 minerált veszített, úgyhogy viszonylag megúszta, de így is nagyon nem érte meg ez a Cannon Rush, de tényleg nagyon rossz volt számára itt Vémeninek. Most rakja az XP-t, ami, ahogy említettem az előbb, már rég le lehetne rakva.
ugye itt a falazás ezen a pályán úgy működik, hogy lerakunk ide egy forge-ot, mellé egy gateway-t, ez eddig jó. Na de a második pilonunkat ide, erre a helyre rakjuk. Nem előre, erre a helyre, ahol holdra rakjuk, teljesen hermetikusan elzárja, hanem ide hátrébb, ami egy darab építési négyzettel arrébb van, így éppen van egy rés. Mondjuk olyan helyzete van ennek a fotonkanonnak, hogy éppen elzárná, ha ott lenne egy pilon, de az a lényege, hogy ide kell rakni azt a pilont, és akkor ide beállva egy zelot elzárja, és így most a fal ez nyitott, és két darab zelot, vagyis két egység kell ahhoz, hogy el tudja ezt állni lingek ellen. Úgyhogy ha most jönne valami ling, akkor berohanhatna, ha 4-6 6 ling legalább van, akkor már pár be tud jutni emellett a fotonkanon mellett. A másik hiba, amit itt észrevettem Vémeninél, az az, hogy még nem látta a harmadikat, ami egy nagyon fontos, a legfontosabb információ egy zerg elleni szkótalásban. Mivel ez dönti el, hogy a zergünk nagyon makrózni fog, vagy inkább agresszívan közelíti meg a játék első szakaszát. Úgyhogy ezt mindig nézni kell, hogy van ex vagy nincs. Ezt Vémeni nem nézi, úgyhogy akár itt gáz is lehetett volna, már ott lehetne a bailingbe. Tehát ha vegyük úgy, hogy goldos a játékos, úgyhogy nem tökéletes a build oldala, de 7 percnél már biztos ott van 5-6 bailing és sok speedling. És ez ellen itt egy sentry, egy zelot és egy kanon az nem elég. Még ha jobb lenne a fal, akkor sem, de alapból be tudnak rohanni a zelglingek, bailingekre sem lenne szükség. És az Ollineknek a beszívása az a legdemotiválóbb dolog, ami egy játékossal történhet, és ha demotivált vagy a StarCraftban, az a legrosszabb dolog. Mert akkor nem, nincs kedved egyszerűen játszani, nem akarsz játszani, és így nem fejlődsz. És általában a fejlődés a legtöbb játékosnak a célja, aki 1v1-ezik. Másik dolog az az, hogy itt van két darab sentry. Látja, hogy itt van ez az overload. Gyorsan le kéne szedni, mert a végén még elmegy. Pedig már rég le kellett volna szedni, hogy nehogy valami információt szerezzen. És igen, most meg is indul az overload, és látni fogja, hogy itt robó jön, illetve gétek jönnek. Közben, hát itt Dimaga szépen makrózik, és még mindig semmi scoutot nem láthattunk itt Vémenitől. Mondjuk most jön egy halucinált főnix, ezt nagyon szépen csinálja, és be is küldi a zeg bázisra, mindent felderít, látni fogja a lert, látni fogja a roach warrant és a fejlesztéseket is, és ha nem szedik le a queenek, ami valószínű, hogy meg fog történni, mivel az összes felett el fog repülni, akkor meg is láthatja ezt a harmadikat is, amit már rég tudnia kéne abban a pillanatban, hogy le van rakva, mert ez a legfontosabb. Na de nézzük, mit lát. Igen, látta azt, hogy roach warren van fejlesztés, de a harmadikat nem látta. Úgyhogy ez akár még most is jönhetne lassan egy push. 10. percnél már lehetne roach push. Mondjuk a dupla evo chamber az alá után, hogy nem, nincsen, de ezek nem olyan biztos jelek, mint az, hogy ott van az exp és makrózik. Hozza az immortált, ez jó. Ez kontereli a roachot, és hoz egy második darab robót. És most van a 10. perc, és még csak most rakja a naturálon a plusz 2 gázát. Ez egy szörnyű dolog, mert 2 darab robotics facilityhez, meg a fejlesztésekhez szerintem a 7. percben már illet volna lerakni azt a második 2 gázt. Mert a Protossnak az ereje az a centrikben, az immortálokban, a kolókban és a fejlesztésekben rejlik, nem pedig a zelotokban és stalkerekben. Talán ha egy 9 perces 8G-t, 8-9 perces 8G-t pustolunk, akkor csak zelot és stalker van, de így high-tech egységekben minél több sentry kell, immortál, és mivel Heart of the Swarm-ban már szinte mindig jön hidra, ezért egy kolosszust is ki kell hozni egy idő után. Kész van a 2 darab robó, de láthatjuk, hogy Vémeninek rengeteg minerálja van, 1300, de gázban nagyon alacsonyan áll.
és így nem is tudja igazán kihasználni. Hát immortálokat szépen hozza, de nem tudja kihasználni kolosszusra azt a robókat, nem tudná kihasználni. Még csak egy fejlesztés jön, és végül is 1400 minája van, ebből csak zelotokat tud varpolni végül is, és az itt Roach ellen nem a legjobb dolog. Tehát a zelot az Roach ellen talán Charizard Arkon kompozícióban jó, de így nem sok mindent ér, és igen. Végül is már Dimaga jól csinálja, itt már nem nagyon fog expelni. Vémeni, körbe kellett volna küldeni egy stalkert, ha ki akarná expelni Vémeni, de úgy néz ki, hogy nem, hanem két bázisom marad, és Twilight Concealed hoz, szinte biztos, hogy a plusz kettes támadásért. Na de eljutottunk arra a pontra, hogy ugye, ha három vézen van az ellenfelünk, amit már látott is, akkor egy idő után felül fog kerekedni, és ha all-in-ezni akarunk, vagy pusholni, akkor meg kell tenni most ebben a timingban, és igen, az az Overlord, ha még oda megy leszedni, még eltűnik az a creep, hát legjobb esetben 14. percre fogja lerakni azt az expetot. Úgyhogy az nagyon késői. Már szépen warpol be, de láthatjuk a hatását ennek a késői gáznak. 4 perccel később rakta a gázt, az azt jelenti, hogy 600 gázzal többje lehetne végül is. Ami azt jelenti, hogy itt 700 gáz és 1800 mirá lenne, amit már stalkerre, ha elköltünk, akkor már az nagyjából egyenlő a két darab nyersanyagból számban. Úgyhogy igen, most rengeteg minerálja van és nem tudja mire elkölteni. A másik hiba az, hogy 4 darab szentrie van, az egész jó, de massz immortált hoz. Ez jó is lenne, ha csak Roach lenne. De rengeteg a Ling, és kevés a Roach. És amúgy is, ha kihozzák a Hydrát, az ergek, utána a Roach ellen hiába van konterünk végül is. Már ez csak részben lesz konter, de ha Roach Ling van, és legfőképpen Ling, akkor ez még rosszabb. Mert massz immortál a Ling ellen szörnyű. Nem ér semmit az égvilágon. Roach ellen jó, de a Lingek lesznek elől, és az immortálok a Lingeket fogják lőni. Ha csak nincs Grandmaster skilled, és nem fókuszálod a Roachokat, amit biztos vagyok benne, hogy nem fog tenni Vémeni, csupán ámúval fogja csinálni, és Force Field-eket és Guardiant, talán Time Warpot fog dobálni. Ugye, ha Zelotot warpolunk, ha mégis sok a gázunk, és Zelotot warpolunk, akkor kell hozni a charge-ot, mert úgy ér sokat a Zelot, mert általában az a baj a Zelottal, hogy ki lehet kájtolni. Na most igen érdekes Vémenitől, hogy ki akart expelni, na de mivel ott volt egy Overlord, ezt 2 perccel késleltette, és csak utána kezdte el leszedni ezt az Overlordot, és most eltűnik a creep, de 17. percig 2 darab bázison van Vémeni. Még a Zerg már 4 bázison van, és igaz, a két bézi játék az jó. De a két bézi játéknál legkésőbb a 14. percben jön egy push. Sőt, általában a 9. perctől kezdve, sőt a 7.50-nél jön az első push, és végül is 12. percig bezárólag támadni kell Zerg ellen. Ha belevesszük azt, hogy rosszabbak a timingok kisebb ligában, akkor mondhatjuk azt, hogy 13. percig biztosan kell támadni. Dimagának már infestorai vannak, lingjei, viperöi, úgyhogy teljesen eltekelte magát. A fejlesztései, el kell ismernem, igen jók Vémeninek. 3x3 jön neki, de az ellenfele is pont ilyen jó upgrade-ekkel rendelkezik, úgyhogy upgrade előnye sincs. És ugye innentől már egyértelmű hátrányba van. A Supli ezt nem mutatja, hogy hátrányba van itt Vémeni, de ha ránézünk a sereg kompozícióra, ami Zelot és Immortál, ami egész jó lenne, bár az Elglingek ellen igen jó az a Zelot, de nagyon sok az Immortál, és ennyi Roach ellen nem kell ennyi Immortál. Az Infestorok pedig azok
Hát azok nem tudom pontosan minek vannak, de a Viperök, ha nyomnak egy Blinding Cloudot, onnantól az immortálok hatástalanok lesznek. Teljesen. Közben kiexpelt V-meni, mire kifogy az a main XP-je, akkor el tud transferálni ide, de ezt hamarabb kellett volna megtenni. Na ugye kimasszolja a sereget, na de most itt a kérdés, mi van, ha Hydra lenne? Mi van, ha Muta lenne? Mi van, ha... Hát igen, ez a két lehetőség van, ez a harmadik. És ha Hydra jönne, akkor ez a sereg, ez szörnyű lenne, mivel nincs se Colossus, se High Templar egyenlőre benne. Bár mondjuk már készül, hogy V-meni, hogy csináljon Colossust és HT-t is. De egyenlőre még nem lesz, és... És a Muta ellen pedig az az igazság, hogy 13 darab Stalker nem véd a Masmuta ellen, főleg ha lingek is vannak mellette. De most megindult maga 200x200-on, akkor itt V-meni is elérte a 200x200-at, feedbackje már van, úgyhogy ez egész jó. És itt nem figyel Dimaga egyáltalán a seregére, beöleti az összes zerglingjét, az infestorai és a többi dolog az pedig máshol van. És most úgy néz ki, hogy V-meni ezt a csatát meg fogja nyerni, mert a Blinding Cloud a fungállal vegyítve az azt jelenti, hogy teljesen még a nem csak a mozgástól, hanem még a támadástól is le vannak blokkolva ezek az egységek. Úgyhogy jó is lett volna, ha lett volna mögötte valami. Most mondhatjuk azt, hogy hát milyen imba a Protoss, hogy kihozta ezt a nagy sereget és ámúval. De nézzük meg a Zerg bankot. 9000 volt, és már a meccs elején 2000-re szökött, úgyhogy egyszerűen nem költötte a pénzét. Kimaxolhatott volna a Linkből olyan korán, hogy még csak 8 immortál pár zerot és Sentry lett volna, és beámúvalhatta volna V-meni. De ezt nem tette, újra kimaxol Roachból, ahogy elveszti a seregét, és jól is csinálja, közben counter push csinál, hogy hátrább vonuljon V-meni, és közben, hát két bázison van, de rengeteg a bankja, és újra kimaxolja magát. Most V-meninek annyi a dolga, hogy ezt kivédi, és utána pedig elmegy támadni, és ezt Mass Roach-sal, ezt a sereget, és ugye Mass Roach-hoz, láthatjuk 40 Roach jön, nem lehet beverni, ha használunk Force Field-et. Tehát innentől ez már egy nyert szituáció V-meninek, főleg, hogy elveszíti ezt az XP-t is az ergünk, ha minden igaz. Szerintem elfogja, innentől már nem hiszem, hogy más irányba fordul V-meni, igen. Úgyhogy ez is elesik. Két bézen van a Zerg. Jön a Mass Roach. És nagyon jó konkávot tud alkotni a Roach. De jön a Stalker erősítés, Storm. És ugye 3x3-as Immortálból 10 darab, az bármilyen Roach sereget megöl. Úgyhogy ez itt GG. Ezt megnyerte szépen V-meni. Igen, a Zerg... Pár dolgot jól csinál, de a makrója, tehát ezek az apróságok, mint a creeper és az extractnek, ez tökéletesen menne ki, de makrózni egyáltalán nem tudott, és az egység kompozíciója egyébként igen ötletes volt a fungál plusz Binding Cloud, de több kellett volna mindkettőből, és plusz, még az is igaz, hogy gold szinten, hát hogy is mondjam, ezzel mikrózni akarom mondani, ilyen egységkompozícióval nem nagyon lehet. Tehát, még ha egy mester csinálná ezt, akkor azt mondom, hogy oké, de Goldban nem igazán tudta használni itt maga. Úgyhogy ő sem volt annyira jó játékos, de V-meni ugye, hát mit mondja, kihozta a Colossus V-t, nem hozott még Colót. Az a lényeg, hogy hamarabb kellett volna tenni a gázt, az elején ugye a Cannon Rush-nál is és a Scootalásnál is megfogadni azt, amit mondtam. Nem így hozni az Immortált, hanem ha Immortál van legyen 8 Sentry, 5 Immortál felé szerintem nem kell menni, mert igen, most bejött, ez egyértelmű, de szerintem az 3 Zergből 2 biztos, hogy hoz Hydrát,
vagy Mutalisket. És akkor viszont autóvin lett volna a Zergnek. Szépen konterelt Vémeni, de csak az első információt által a scoutalt, amit látott. A recallok nagyon szépek. Egyébként a Zerg jól csinálja, hogy otthon tartja itt Vémenit, de már halott a Zerg, mivel a magát, a főseregét Vémeninek soha nem fogja beütni. Makrója pedig már nem nagyon van, és ha kifogy ez a bankja, ami most van, akkor már ezeket a befutásokat sem tudja megcsinálni. És ha már befutásoknál járunk, ha jó lenne a fal, egy zelotot ideállítanánk, ki lenne védve, ide 3-4 kanon, elé pár gateway, hogy ne tudja kifogoszálni a Linga kanonokat, a Mothership Core-t ide lehet hozni, Photon Overcharge csak kell, és akkor ki lenne védve minden ilyesmi. Igen, nagyon jó volt a reakcióidő, korán elletek húzva a próbok, az jó, hogy elletek húzva a próbok, de mégis beámúvolta a Zerglingeket, úgyhogy az nem érte meg, azt el kellett volna menekíteni, mert ott végülis ingyen ölette be a dolgozóit, így már az inkámja, a Zerglingnek szinte semmi, de Vémeninek sem sok. És az Zergnek még mindig van egy kis bankja, ahogy mondtam, 40 szupli a 162, tehát már nem győzhet a Zerg. De ha nem lett volna, tehát ha nem ilyen lett volna a helyzet, tehát kicsit szorosabb lett volna még, nem lett volna ilyen egyértelmű a győzelem, akkor ezek a rámbályok bizony tényleg megfordíthatták volna a meccsnek a kimenetelét. Ha teszem azt, kevés sereg marad, mert van Hydra, meg... Vagy valami... Igen, van Hydra a Roach mellé, és igen, így jobban ki tudja hozni a cost effective-el csacsát Dimaga, és akkor jobb lett volna. Ezek a force field-ek nagyon szépek, ez a védelem már itt jó. Most már nincs mit mondani. A matchről GG well played, és gondolom mindjárt ki is lép Dimaga, úgyhogy itt vége is a replayünknek. Na hát végszónak azt mondanám, fejlesztés, tökéletes, ez maradjon mindig így. Szuper. A fejlesztéseket nagyon jól csinálta. Hamarabb kell gáz. A Protoss mindig gázigényes egységekre megy, ha csak nem gateway-rással. Tehát ha tervezel bármi mást rakni a gateway-en kívül, akkor korai az összes gáz, ami lehetséges. A támadás, ugye az legyen 12. perc környékén legkésőbb. Akkorra próbáld időzíteni, ha egy ilyen immortálos pushra megyünk. Nem kell ennyire erőltetni az immortált, mert az immortál az csak egyetlen egy egységkompozíciót konterel, az pedig a Mass Roach. A Charizardokkal mellé a Roachlinget is kontereli, de ez egy Volos-style-szerűség volt, amit a Zergünk tolt. És ez már HOTS, ahol a Hydralisk dominál legfőképpen. És egy kicsit ügyesebb Zerg azt hozta volna, és akkor viszont megfordult volna. Vagy a Mutalisk, ami a legidegesítőbb egység a Protossoknak. Egészen Grandmaster szintig a legidegesítőbb egység, vagy talán Topmaster szintig. Az is jöhetett volna. Úgyhogy Scout, úgy kéne hozni a unit kompozíciót, hogy 8 Sentry, legyen 4-5 Immortal, de utána jöjjön a Kolosszus, legyen sok Stalker, az jó. Hát a hamarabb kellett volna extrani, tehát ha nem támadunk, hanem engedjük, még kimaxolunk, akkor legalább legyen egy jó ekonomink a kimaxolás mögött. Mi azt jelenti, hogy ha biztonságosan akarunk expelni egy... ilyen Zerg ellen, akkor szerintem 13. percben megtehetjük. Tehát akkor, amikor elmennénk pusholni, akkor kiexpelhetünk. Most szívem szerint azt mondanám, hogy 10. percben kéne ezt a dolgot megcsinálni, hogy kiexpelés, de akkor még nem sok egység van. Tehát ha jól van a BO, akkor jó,
de akkor ezek a link pushok, early mass roach pushok azok nagyon erősek, úgyhogy ezt diamondos skillig nem igazán ajánlom, talán platina diamondba már meg lehet próbálni ilyen korai expeket, de addig inkább a standard dolgok maradjanak. A Cannon Rush-t pedig szerintem YouTube-on van Cannon Rush tutorial videó, de magad is ki lehet találni, hogy hogy van, nem bonyolult ez a Cannon Rush. Simán meg lehet tanulni, hogy hogy kell, mert ez nem volt jó így sehogy sem. Már meg lehetett volna nyerni a meccset a legelején ezzel a Cannon Rush-sal, ha jó lett volna. Nem kell olyan sokat tudni hozzá, tényleg ez egy nagyon undorító taktika Zerg ellen, de most ez nem jött össze, nem úgy volt kivitelezve, ahogy kéne. Úgyhogy más mondani való, már tényleg semmi nincs a meccsről, úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmet, küldjetek máskor is replayeket, ha a Protoss az a delikvens, aki küldi, akkor én fogom lekasztolni. A többi fajhoz is megvannak a játékosaink, akik tanácsokat adnak, úgyhogy őket is más faj játékosai is küldhetnek, és akkor őtőlük fognak tanácsokat kapni. Köszönöm mindenkinek a figyelmet.